az igen tisztelt ingatlan ügynök úr azért kínoz, hogy vegyen meg ezt a házat, melyet szerény kis vendégre céljaira bérelek. Az igen tisztelt automobil ügynök úr meg azért kínoz, hogy vegyek autót. Hát miért történik mindez? Ez azért van. Én kérdeztem. Mindez azért történik, mert megszagolták, hogy pár héttel ezelőtt egy kis pénz állt ehhez a házhoz. Nem kellett a szagolni, hölök úr. Tudja azt itt mindenki. Mindenki tudja, és mindenki túlozza. A fele sincs, mint amennyiről beszélnek. Én egy osztálytársjátékot a nyeremény 8. részét nyertem, és abból is levontak, amit csak lehet. Maradt rongyos 38 ezer pengő. Megmutathatom, ennyi és nem több. Ezért is jutom. Engem vágnak, engem irigyelnek, engem túlbecsülnek. Én rám ráncálnak a szubbankárok, szubügynökök, és szavamra mondott bizonyos hölgyek is. Szubhölgyek! Leveleket írnak a teljes nevükkel és címükkel. Én egy hajszolt ember vagyok. De itt minden hiába. Én nem veszek semmit. Se házat, se autót, se részvényeket, se hölgyet. Nekünk ez a pénz, hála Istennek, nem kell. Gyerekünk nincs. Ez a kis uricsárga, amilyen kicsi, olyan tisztességesen megy. Mi vagyunk a legjobbak ebben az uri negyedben. Finom kis országúti restaurant, finom emberek számára. Nekünk erre a nyereményre nem volt szükség. Vitte volna el az ördög. Na, ha már megvan, hát egyetek a fene, maradjon a bankban, nyugodt a békében. El van téve, ahogy a német mondja, Für alle Fälle, arra az esetre, ha Isten meccs. Jaj, valami szerencsétlenségért lefettünk. Jaj, ha Isten meccs. Én nem spekulálok. Én nem nyúlok ehhez a takarékkönyvhöz. Nekem nem kell autó, én autóztam eleget. 15 évig voltam sofőr. Eszterházi grófnál. Nem Eszterházi grófnál, Eszterházi hercegnél. És Londonban, Londonban! Hát, főnök úrnak nem kell autó. De hát a főnök úrnak neje van, főnök úr. Egy szép kis kétüléses sportkocsi. Fes kis autó, fes kis nagyságos asszonynak. Elegánsan komissziózni, délelőttőként a városban. Már bocsánat, hogy a kapos beleszólt. Az én feleségemnek nem kell semmiféle flanc. Az én feleségem nem fes kis nagyságos asszony, hanem komoly, tisztességes nő. Ő ugyanabban a hercegi palotában nevelkedett, ahol én, Londonban, a hercegeknél. Ott volt társalkodó. Na, ne túlozzunk. Komorna volt. A hercegné első komornája. Már nem kell ezt szépíteni. És egy ilyen nőnek, aki ilyen környezetben nőtt fel, annak más dolga van, mint fesset úrvezetni. Az fütyül erre. Mi Angliában éltünk, egy komoly országban, egy úri társaságban, hercegi palotában, ahol tisztességet tanul az ember, a legjobb emberek társaságában. És Londonban, Londonban! Don't be excited, darling. You are right, sweetheart. Please, do excuse me. De édesszívem, miért vagy ilyen hangos? Csak nincs valami kellemetlenséged. Nem, szívem. Csak hát ezek a levelek, ezek az ügynökök megint kínoznak engem. Mert itt mindenkinek jár a száj. Mert itt mindenki arról beszél, hogy én mennyi pénzt nyertem, hogy én. Darling, please. Ugyan kérlek, beszélj már magyarul. Érdekes, hogy amikor dühös vagy. Hát, mi? Szóval pedig angolul nem tudsz fordítani. Borzasztó, hogy mostanában milyen ideg és milyen ingerlékeny vagy. Nem csoda. Mindenki engem kínos. Rosszul is alszol. Korán kelsz. Kicsi, sokat iszol. Ugyan kérlek. Na. Csendesedjél meg, drága, mi vagy meg. Inkább menj bevéd után egy kicsit testre a lóversenyre. Az legalább elszórakoztat. Úgy beszélsz velem, mint egy állatszerű. Ez azért biztos.
meg, hagyd abba ezeket a... Darling, don't be excited. Igaz, igaz is. Az ember igazán elveszíti a... Te egy angyal, hogy ilyen türelmes vagy hozzá. Ez azért van szívem, mert szeretlek. Milyen egyszerű az egész. Nem vagyok angyal, csak 17 éve szeretlek, és ettől nagyon türelmes tud lenni az ember. Sokszor gondolok arra, mivel érdemlem meg ezt a nagy szeretetet, ezt a jóságot. Nem vagyok jó, nem vagyok bölcs, nem hittem sokkal. Az nem ez szerint meg szívem. Ha ez szerint lenne, minden nő a pápát szeretné. Nem kérdezzen a fejét. Ez az én szenvedélyem, anyáskodni. És te neked nem csak jó férjem vagy, hanem a rossz kis fiam is. Drága jó kisanyám. És néha milyen rossz vagyok? Ez kell nekem, szívem. Az ilyen szerint nőnek, mint én, az ilyen vadlegény a boldogsága. Az ilyen van oroszlán. Tudod, hogy boldogkoznék egy bárány ellen? Kezdetlen csókolom, 12 szabad teríteni? Teríthetsz, Ilonka. Csak ezt a két asztalt mindentesen? Csak ezt a kettőt, nem szeretem, ha délben vendég jön. Az a publikum nekünk nem kell. A mi csárdánk uraknak való esti csárda. Igaz is, békében éltünk. Mindenki szeretett minket. De ezóta az átkozott nyeremény óta vége. Gazdag emberek vagyunk, de semmi előnyét nem élvezzük. De szenvedjük minden hátrányát. Jaja! Borzasztó ez tőlük. Igazán borzasztó. Én csak egy egyszerű pincérlány vagyok, de mégis együtt tudok érezni a gazdáimmal. Főnök úr olyan ideges, hogy ez már igazán... Főnök úr nagyon ideges. Mert megint nem aludtam egész éjjel. Miért nem aludt? Még kérdezed? Tudod-e nagyon jól, csak megint hallani akar. Hát igen, mert utánad vágyottam, te bozorkány. Ezért vagyok én ideges, nem az ünnököm miatt. Jaj, nem mondja ez. Ez úgy fáj nekem, hogy egy ilyen gyönyörű férfi szenved miatt. Ne hagyd szenvedni, ne hizelek, hanem légy végre az enyém, de... Hiszen, ha szabad volnék, édes szép virág úr, már rég boldogok volnánk mind a ketten. De mennyasszony vagyok. Hát nem, ez így nem megy tovább. Ezért vagyok én félbolond, ezért ez a bizonytalanság, ez megőrjé. Mi van a főlegényeddel a belénnyel? Semmi. Szakítottál vele tenni? Nem. Pedig a leghatározottabban megígérted. Szóval ma megint ide jött. Igen. És miért nem szakítottál? Jaj, ne kínozzon, kedves virágot! Az nem lehet csak úgy egyszerre. Egyelőre megint elhasztottam az esküvőt. Holnap délre volt kicsúszva, most már ötödszörre halasztottam el maga miatt. Megint el akart venni? Ne, hiszen a hites főlegényem. De szegény most már ő is tudja, hogy magát szeretem. Hát nekem ebből elég volt. Ennek a komédiának vége. Parancsolod, hogy mondd le végleg. Megértettem? Értettem. De ez a szegény fiú. Ez nem a szegény fiú volt, te úgy látszik, ugratsz ennek. Szent Isten, ilyet mondani! A vőlegény úr minden nap kétszer jön ide azon az átkozott motorbiciklijén.
Pénze nincs, állása nincs, csak nyakkendője és motorbiciklije. És kosztja is van, tudom, mert itt lesz itt nálam minden nap kétszer délre és este is fel. És te minden éjjel zárás után felülsz mögé a motorbiciklire és elrobogsz vele. Isten tudja hova? Hazavisz. A mamához. Vagy máshova. Hát ezt az urat ne akarom többet látni. Ennek vége, undorodom. Jaj, ne mondja ezt. A Berényi egy derék tisztességes fiú. Abonálva, vagyis nem fizet. Én már régen kilőttem volna, de a feleségem protezsálja őt. A feleségem szeretne, ha már elvinne téged innen. Amit meg is értek, ő egy okos nő. Nem szól, de jól tudod, jól lát mindent. És te minden éjjel zárás után felülsz közé, ott, kint a söntésben, mikor süteményt árulsz, és gyors csókokat adsz Berényi úrnak két dobos torta között. Kuszonya vagyok. Borzasztó ezt nekem látni, amikor éjjel felülködik a motorbiciklire és elrobogsz vele. Mindig utánatok nézik. Nagyon, de most már nem bírom tovább ez a csirkefogó. Jaj, ne mondja ezt! Mondtam, a Berényi egy derék tisztességes fiú, és ne bántsa, szegény most már tudja, hogy magát szeretem. És ő mit szól hozzá? Kétségben van esetleg. És te? Szereted vagy nem szereted? Tudja a világunk jól, hogy én szeretem. A szeretője vagy, azt mondják? Ez rágalom! Mennyasszonya vagyok! Hát éppen ez az, amit nem tűrök tovább. Ha igaz, hogy engem szeretsz, akkor... Na mi az, mi bajod? Ó, csak éppen arra a csókra gondoltam, amivel tegnap este elbúcsúzott tőle. Még most is bizsergek, ha rá gondolok. Te boszorkány, ha igaz, hogy engem szeretsz, akkor... Sört hoztam. Várjanak! És egy percig se tűröm tovább, hogy tovább dolgoz, mint egy cserét. Ezt nem tudom nézni. Te nem ennek születtél. Milyen igaz. Milyen jó megfigyelés. Fáj nekem ezt látni egy ilyen édes kislánytól ezt az alattos munkát. És azt, hogy az emberek rákiabálnak. Cukrász, cukrász! Ugye? Maga is érzi ezt? Te egy finom kis luxus nőnek születtél. Amilyeneket Párizsban láttam. Igen, csak ki kell öltöztetni. Milyen? Csak a szépségednek és a szerelmednek ég, és hogy boldoggá tégy egy férfi, és az a férfi elhalmozza téged minden szépen és jóval. Ah, meg őrülök, ahogy heversz a sejmek és a csipkék között, és én leszek az, aki te, isteni kis boszorkány. És én úgy tudnék a szerelemnek élni csipkék és sejmek közt csinosítani magamat valakinek. Ó, hogy meg tudnálam a bolondítani, de érzéki, de... Szerintja, édes kényőrűség, hogy volnak is autóz? Há, hogy nem? Kétüléses sportkocsi. Festis autó a festis nőnek. Mit tanítanad ezek? Hű, de még hogy? Ó, micsoda bolond ábrán. Há, miért ábrán? Bármelyik pillanatban való lehet, csak egy szabadba kell. Felmondanál, eltűnnék, lenne egy kis lakásod, ahol titokban találkoznál minden nap. Én még sose csaltam meg a feleségét. Te vagy az első. Én nem lehetek a szeretője, virág úr. Nem, én nem vagyok egy izé. Ne halljam már ezt a szót! Kezdem azt hinni, hogy a szívedben az övé vagy, és nem az enyém. Nem igaz, én már nem vagyok se az övé, se a magáé. Én most még csak levegek. Mit csinálsz? Levegek. Én az életek, aki elveszik, és miután maga nem vehet el, végül mégis az övé leszek, ha nem holnap félben, hát későbben. Koplálni akarsz? Egy életen át akarsz mögötte ülni a motorbicikli?
Mit csináljak? Ő szegény, de feleségünk lesz. Ez nagy dolog. Ez a legnagyobb dolog. Ez minden nő légy célja virág. Köszönöm.
Ki mondta ezt? Hát az Ilona. Réves? Én nem is olyan réves. Majd megtetszik látni. Ugyanis a főnök úr csókolta tovább a Cilukkát, és azt mondta nekem, megőrülök érte? Megőrülök érte? Egy vagyok borondulva utána. Itt az enyém már végre. Ne gyere nekem mindig azzal, hogy láthatom van. És a gyerek meg azt mondta, nem lehet? Nem lehet, mert ez az egyetlen kincsem van. Ez az egyetlen kincsem az átadóságot. És akkor a főnök azt mondta, hogy nem hiszem, hogy az vagy. Nem hiszem, hogy az vagy. Az Ilona meg azt mondta, egy rossz vagyok. Egy rossz vagyok, és elindja ezt az első. Ezt mondta az Ilona. És akkor a főnök azt mondta, miért mondta Berényi? Miért mondta Berényi? Ilyen én? Na milyen pont ő? Ha bevegye meg a Berényi, ezt mondta. Most már ne áldassuk magunkat. Ne tagadjuk, itt egyre nagyobb a baj.
itt egy óriási katasztrófa fog kitörni. Én ezen nem meghúzom a vészfelhúz, mert csak stresszre. A kedves férje most már olyan volt, mint egy kamarosztály. Hogy érzi ez? Úgy néz rá, mintha meg akar nőtt. Már nem is áll szóba velem. A mennyasszonyomat pedig terrorizálja. És a mennyasszonya? Áj, imádom. De hamiskodik. A pénz. Azóta nem lehet vele bírni. Nem ismerek rá. Addig boldog voltam vele. Húzta, ugrott a kedves férjét, hezből, hiúságok. De engem boldoggá tett. Esküszöm boldoggá tett, asszonyom. Nappal és éjjel, lelkileg és érzékileg. Köszönöm, ne részletezze. És mi van most? Hát szeret, ma is tudom. Meg vagyok győződve róla. Teljesen megboldogatom a pénztől. Folyton sértegetve nincs pénzem. A legjobb esetben, ha sírva rámbor és hazzokogja, milyen szerencsétlen ő, mert egy kódus szerzett. Most már komolyan meg vagyok ijedve, hogy tényleg elugrik tőle. Hova ugrik? Kedves férje, karjébb ugrik. Ha azt mondta, hogy ön szereti? Igen, szeret. Te ott vagy. Ott hagyja? Ott. De még hogy. Szegény ifjú története, nagyvárosi tragédia esküszöm. Egy az ezer közül. Minden napos eset. De nem is érdekes. De én ezt nem élem túl nagyságos eszöm. Én ebbe belehalom. Most már olyan vadul főzi az öreget, pardon, kedves férjét, hogy ez érdekes. És maga ezt miért tűri? Mit csinálja? Velem szemben sóhajtozik és az okosat játsza. Mit mond? Mindig azt mondja, mégpedig sírva mondja, szerelme örökre az enyém a teste, a lelke, de az élet hívja őt. Tisztességes, hogy ilyen őszinte. Sírva? Igenis sírva. A főnök úrnak meg azt vajon örökké sírva, hogy őt szereti örökre. De magát nem szorozott el, mert maga el akarja venni feleségül. Már megint hallgatózol. Én mindig nagyság. Tiszta munka. Kedves mennyasszony a házasságra megy, de nem önnel, édes fiam, hanem pont az én férjemmel. Gondolj. Gondolom. Nem viszonyra megy? Nem, holna, több esze van. El akarja magát vétetni az urammal. Biztos? Biztos. Hát ez lesújtó. Bizony lesújtó. És egy bőnegény, aki ezt tűri, bocsásson meg. Nem szoktam ezt a szót használni, de most igazán nem jut eszembe más. Ilyen bőlegény. Szóval megkérdezni, hogy van hülye angolul? Kenny Csokló, tessék talán ezzel túl inkább angolul mondani. Ez valahogy finoman. Legszívesebben föltörném a fiókját és elégetném azt az átkozott takarékkönyvet. Lenne szíve ennyi pénzt? Akár kétszer, annyit is boldogan elégetni a Dunába dobni, akkor biztos végén hagyná őt az arány. Minden bajunk emiatt van, és most ez a családi katasztrófa is. Nagyságos asszony, úgy, ahogy itt lát, én készségben vagyok esve. Itt cselekedni kell, mégpedig sürgősen. Én azt hiszem, csak egy dolog segít. Mi? Lökje ki. Ki? A mennyasszonyomat. Hogy is ne? Hogy az uram utána menjen. Legalább szem előtt vannak. Hát akkor mit akar csinálni? Valami muszáj. Azon töröm a fejem. Hogy én is töröm. Unom maga, csak ne törjük. Maga csak úgy lehetne segítségemre, ha erélyes, kemény legény volna. De a fájdalom nem az. Kérem, vannak gyöngét, finom lelki férfiak is. Látja, ha bajuknak. Ne váltson, asszonyom. Hiszen mi kettő most együtt szemben. Éppen ezért tartsunk össze. Ne féljen, nem hagyom magam én sem. Igaza van, hülye vagyok magyarul is, angolul is. Van ennek vége. Én felveszem a küzdelmet, még pedig brutálisan. És ha nem megy másképp, nagyon sajnálom, nagyságos asszony, én megölöm kedves férjét. És mivel? Revolverrel vagy gyorsan ható méreggel. Amíg olyannal akarja megölni, amikor pénzbe kerül, addig nyugodt vagyok. Hát megint a szegénységem, hát már ön is. Amióta a világ fennáll, mindig más nyeri a főnyereményt. És csak nem kérdezelespekt, hogy most éppen mi nyertük. De azért ne bosuljon, ugyan. Én itt vagyok én is. Még
Én kenyértörésre viszem ezt a dolgot. Maga csak ne vigye kenyértörésre ezt, hanem bízzon bennem. Most már hagyjuk ezt az egészet. És kérdezett az imént, hogy mi van ebédre? Lecsek a kolbásszal. Yeah.
Ebben azt mondott, hogy szépen. Nem kedvem, fia, hanem végzem. Megmondtam neked ma délelőtt, hogy ennek az állapotnak véget fogok vetni. És most közeledik a tömtés órája. Ezért viszont biztit, ha tudni akarod, ráérsz most. Kicsit, most megy a csirke is, Aliba. Holtan később megy. Hát lesz ez a viszont? Hát már nem is számolok. Te vagy az oka, mert az a motor bicikli. A délben a torkomon akadt a leves, amikor az a Pibasz fráter nyílta a fontosra kezdte a kezelet. Éppen beleparangoztak. Hát ha a feleségem így csak nem kitört volna a botrány, és azóta el sem ment. Délóta itt van és itt örködik. Hát ezt nem tűnök tovább. Ennek vége. Majd nagy dolgok fognak történni. Csókolj meg te boszorkányba, olyan csinos vagy, hogy meg kell valahogy dőlni. Mégis képes volna felülni a belégül motorjára és elrobogni vele? Hát figyelj ide, nem fogsz elrobogni vele. Nem fiam, mert most aztán vagy én, vagy ő. Ma este itt választani fogsz. Vagy különben én úgy megverek valakit, hogy soha nem lesz belőle ember. Értettem. Még ő van az a boldogtalan? Miért? Ez a minimumon nagyon csapos. Én azt hiszem, ki fog törni. Micsoda? Ki fog törni itt egy bukán? Ott ül hátul a kertben egy kis asztalnál, világik a szeme, és ahányszor elmegyek mellette, megfog. Hát én addig nem inzultálhatom, amit te elismered bőlegényednek. Szakíts vele, és a következő pillanatban repül. Ha csak nem szeret. Tudja a virágú jól, hogy én szeretek. Hát akkor dönts azonnal. Én nem tudok dönteni, ha megölt akkor se. Én még csak most habozom. Micsoda? Igen is habozom. Kimondom nyíltan. Maga a szerelem, ő a házasság. A baj az, hogy ő most már nem akar tovább várni. Érzi a veszélyt. Nem buta ez. Lát az minket. És te? Mi? Tudom, hogy ez most bajnokának, de ki kellett mondanom. Te engem megbolondítasz. Te engem megőrítesz. Mit mondtál? Hozzám én? Muszáj. Nyomor. Nyomor, nem ez a fontos. Amiért én ilyen pikáns jelenség vagyok, azért én tisztességes, jó család lánya vagyok. Érzékiben is van tisztességes. Nem születtem én egy cucikának. Én feleségnek és anyának születtem, és a megjavult, hogy szeretőnek akarjuk maga, hanem tisztességes feleségnek. Miért törítél meg magát? Nem, szerelmes vagyok belé. Nem én vagyok valakről. Nem bírom, nem adlak másnak. Én nem szerelemből megyek hozzá, én érdekből megyek hozzá. Erkölcsi érdekből. Azt hiszem, revolver van nálad, hogy tartsuk meg, hol
még akkor sem vesztettél el. Bízd csak rám. Majd tartok egy kis lakást titokban, mit csináljak, hát. És ott fogunk találkozni minden nap. Mi? Mi az? Hogy csalja meg az uram? Kinek néz maga engem? Micsoda durvaság ez? Ha én feleségem veszek, én az előbb húség mintaképe. Fúj, ilyet mondani, ilyet feletenni róla. És különben is, esküvő után rögtön Miskolcra utazó, ott fogunk lakni. Az előbb szüleimmel. Nem, te szép álom, te elvesztettél engem örökre. Mondj nekem örökre búcsút, nekem majd megmarad édes emlékednek az a sok forró csokk, amit adtál. Oh, jaj, de jó volt, még most is vizsernek, ha rárakolom. Oh, milyen rafináltan tudsz csókolni. És én sokkal fiatalság is, sokkal érzékiség vagyok. Én meg fogok halni, utána nem tudom. De mi? Nem leszel Berényiné! De muszáj! Nem leszel! Kokotné, nem leszel! Hát? Akkor más leszel. Más leszel? Ezen gondolkozom, folyton. Ugye? Folyton ezen gondolkozol? Éjjel nappal csak ezen. Ki leszek? Nem Berényi, mi leszel? Ó, mi leszek? Mi leszel? Ki fog engem boldogálni? Boldog leszel! Boldog leszel! Boldog kell venni? Mi leszek boldog? Mint. Mint nő. Mint lány. Mint asszony. Asszony? Hát talán mint asszony. Mint Berényi néni? Nem, most nem! Hát, mint? Mint? Jaj, ki fog engem boldoggá tenni? Én. Oh, hogy hívnak téged? Virág. Leszek boldog? Tessék? Boldog leszek, ki leszek? Virágné leszel, na. Elágyulok? Jaj, csak azt nem. Azt nem kell. Lehet ez? Csak, bízz csak rám. Mi ez? Álom? Vagy pozitív ígéret? Csak még? Ne felejtsük el. Ehhez még a feleségemnek is van szava. Ezen is gondolkozom folyton. Éjjel-nappal ezért nem alszom. Hogy mondom meg neki? Ehhez óriási erő kell. Ó, ugyan, hiszen olyan szelíd nő. Hát éppen ez az. Hiszen ha olyan volna, aki korombáskodik. Gondolj rám közben, ez majd erőt fog adni neked. Megpróbálom vele az egyenes útot. Nyíltan megmondok neki mindent. Hiszen ő olyan jó és okos, és olyan nemes lelk. És imádja magát, kedves. Feleséged leszek. Forró feleséged leszek. Üdes kis feleséged leszek. És gazdag kis feleségem leszek. Bunda ezüstről kap.
ékszer, kisautó, azt a rongyos takarékkönyvet rád köt. Rád én az egészen, már most kapat róla írás. Új írás, nekem a te szabad elég. Ez jól esik, hogy ismersz. Én urak között nevelkedtem. Csúnya volt ezt a pénzt említeni is. Fúj, bepiszkolni a szerelmemet. Már csak nem volna ez az undok pénze. Bocsáss meg, szívem. De én nem tudok másképp elképzelni, csak szép toalettekben, autóban, fényes környezetben. Hidd el, csak így tudlak elképzelni. És még a nyáron elutazunk a Lidóra, Nászútra, a fényes és azt akarom, ha esténként ragyogóan kiváló ruhába, parfümtől illanosan belépsz a gyönyörű étterembe, mindenki csak téged nézett. És mindenki engem irigyeljen. De te istenit is, bazorkán te! A herceg Lichtensteinnél jöttek. Tűha? Akkor bocsáss meg, szívem, rohanok egyetlen szerelme. Jogom van ruhákhoz, bundákhoz, kis autóhoz, Lidóhoz, szenvedni fogok nekünk!
Szóval stressz veszek. Szép is volt, hogy szép frászt hívják. Esküszik! Persze. Maga a legokosabb nő az egész világon, drága nagyságos angyalka. Miért, Jánoskám? Mert igaza volt. Miben volt igazam? Elveszi. Megígérte neki. Honnan tudod, Jánoskám? Ha én mondok. Hallotta ezt? Én már tudom. Megígérte neki. Én vagyok az oka. Maga az oka? Ilonka azt mondja, én vagyok az oka. Pedig tudom, hogy Ilonka az oka. Most itt állok azt, hogy még egyszer. Bocsánat. Mi három? Nem, hogy ki fog törni a katasztrófa. Most mit csináljuk? Maga semmit. Majd én. Ahhoz, hogy elvegye, el is kell válni. És ebbe én is beleszólok, nem kell megijedni. De kedves férje, van lesz, erőszak. Akkor sem ijedünk meg. Hanem, tudja mit, menjen ki? Mondja meg annak a lánynak, hogy adja át a süteményes tárcát a Mariskának, és azonnal jöjjön ide. Az isteni, hogy ne hagyjunk minket, drága angyalka! Egyelőre még itt vagyok. Most menj ki, Jánoskám, mert beszélni szeretnék azzal a hölgyel. Na, menj ki! Neked úgyis mindegy, hogy itt vagy-e vagy ki. Átadtam a süteményemet a Mariskának. Ez azt jelenti, hogy ki vagyok tőle? Nem. Ez azt jelenti, hogy kérdezni akarok tőled valamit. Tisztában akarok lenni veled. Tessék. Te elszánt. Te itt hetek óta szemérmetlenül lavírozol a vőlegényed és a férjem között. Hát ennek most véget fogunk vetni. Vagy ide, vagy oda. Azonnal mondd meg nekem itt igaz lelkedre, hogy melyiket szereted. Én nem vagyok ostoba, én beléd látok, ezt tudod jól. Na, gyerünk, melyiket szereted? Hazudja, vagy belej? Belej! Az egyiket így, a másikat úgy. Az egyikhez férhez akarsz menni, a másikat meg szereted. Hogyan? Nincs itt félreértés? Hogy volna? Hogy férhez akarok menni. A derényihez. Tudom, hogy nem ahhoz. Az uramhoz akarsz. Addig bolondítottam. Bocsánat, ő bolondított engem. Ó, akkor nem jól bolondított, mert te nem vagy bolond. De hozzám így. Ő a bolond, mert el akar téged venni. Mit csinálhatnak volna egy ilyen híres nőcsávásszal szemben? Én egy szegény, gyenge kis lány vagyok, én nem vagyok az ő nagy. Ó, egy szegény kis áldozat. Mit csinálhattam volna? Főz, csábi, rábeszél, lehet neki ellenválni? A nagyságos asszony tudja a legjobban, hogy nem lehet. Szereted? Feldúlta az eljegyzésemet, el akar válni, el akar venni. Gyönyörű luxus életet ígért, meg akarja venni a vőlegényemet, hát ne szeressen. És a vőlegényem? Azt is szeretem. Ó, azt is? Mondd nem mondd, hogy lehet ez? Én egy szörnyeteg vagyok, nagyságos asszony. Nem szeretsz te kettőt, és nem szörnyeteg vagy, hanem más. Mi vagyok? Ne ingerelj, mert megmondom. Kicsit csak megmondani. Az vagy, fiam, az. Az. Úgy tetszik érteni, hogy egy izé vagyok? Úgy, ja. Miért vagyok egy izé, mert szeretem a vőlegényemet? Sohasem azért izé az ember, mert valakit szeret, hanem azért, mert valakit nem szeret. Kit nem szeretek? Az uramat. De? Én... Tudom, tudom. De kettőt szeretsz. Hallottam, el is hiszem. A vőlegényedet igazán szereted, az uramat pedig a pénzéért, a takarékkönyvéért. Nem azért szeretem. Ez két külön dolog.
én szeretem, és neki van egy takarékkönyve. Hát lehet, hogy van. És... én szívesen lettem volna a szeretőjét, de mit csináljak, ha mindenáron el akar venni? Egy ilyen szerencsét eldobjak magamtól? Egy ilyen embert ne szeressen? És a lelkiismeretem nyugodt, mert a nagyságos asszony szép, fiatal, finom nő, gyereke sincs, és elhagyom az életet. Köszönöm, még ráérsz vigasztalni. Ezzel még várj egy kicsit, majd szólok, ha már lehet. Ez így van, kérem, és nem másképp. Ez az én helyzetem. Elég szomorú, de mit csinálj? Hogy mit csinálj? Egyelőre eredj ki. No, édesem, elláttad Liechtensteinéket? Igen, szívem. Hát akkor most egy kicsit velem fogsz foglalkozni, ülj le ide. Parancsolj, szívem. Emlékszel, mit mondtam neked egyszer, amikor olyan féltékeny voltál Londonban, mert az Afri Halloween-kuri zárt nekem? Igen. Azt mondtam, engem ne tehetsz, én nem foglak téged megcsalni soha. Ha valaki mást szeretek, megmondom neked és elmegyek tőled. Igen. Azt mondtam, ugyanezt elvárom tőled is. Te azt mondtad, hogy természetes, és megegyeztünk, hogy sohasem állunk egymás útjába. Aki mást szeret, mehet. Igen. Most hát, megérteljünk. Itt van egy eset. Nem beszéltünk eddig róla, de mindjárt tudjuk, látjuk. Kérdem én tőled, ez az eset? Te olyan korrekt vagy, hogy én is a legnagyobb őszinteséggel tartozom. Igen, szívem, ez is az eset. Magammal is, és a lányjal is.
borzasztó az, hogy... Hogy? Hogy? Hogy, hogy ez a... Ez a lány, ez... Ez így... Ez szerint az álszerint téged. Ezt éppen te mondod? Igen, igen, igen. Milyen csodálatos, milyen nagyszerű teremtés vagy te! 100 feleség közül 99 azt mondaná, hogy a lány nem szeret. Csak számít, spekulál. Nem mondhatok más, csak amit gondolok. És most... Nagyon nehéz órát élünk át mi ketten. Tévedhetek, de nem hiszem, hogy tévedek. Most hosszasan beszéltem vele. Szeret téged. Nem téved, színes. Igazán van. Vagyis? Hát... Vagyis? Istenem! Mondd már ki te szépen, mondd te ki, könnyíts meg nekem! El akarsz válni? El akarod venni? Itt feleszt a szívem a szegény volt férjétek. Borzasztó, hogy ennyire oda vagy. Szedd össze magad. Nem csak azt kéne, hogy valaki így meglásson téged, a híres nagy oroszlánt. Drágám, én esküszöm, örökké csak téged foglak szeretni, csak téged. Hát... Én felelek neked. Mégpedig úgy, ahogy elvárok tőlem. Én... Beleegyezem. Mit tehetek egyebet? Nem állok útjába a boldogságodnak. Egy ilyen vad szenvedélynek az útjába állni, olyan, mint a vonat elé feküdni. És az borzasztó pusztulás. Én inkább úgy áldozom fel magam, hogy szép emléket őriz meg rólam, és úgy, hogy továbbra is szeretlek. Most csak azért vagyok ilyen nyugodt, mert minden erőmmel uralkodom magammal. Drága! Egyetlenem, hiszen tudtam, hogy így fogsz viselkedni, de hogy ilyen simán, ilyen könnyedén, hát ez imponáló, ez. Meglep? Nem, de... Nekem csak az a fontos, hogy boldog légy, édes egyetlenem. Boldog is leszel. Az a lány felületesnek látszik, de csupa szív, csupa érzés. Te főd angyal, ez igazán szeret téged. 100 feleség közül 99 azt mondaná, hogy a pénzed érzel. Micsoda nevetséges ottobacsán. Hát hogy nem lehet elképzelni, hogy egy ilyen édes kis gyerek felebolondul egy ilyen erős temperamentus férfivel. Még akkor is, ha az már elmúlt 45 éves. Nagyon igazad van. Én tudom a legjobban, hogy mennyire beléd lehet bolondulni. Hát egyszer igazán ráveted magad egy nőre. És szerintem olyan szerelmes beléd, mint én voltam. Azt hiszed, odadobnálak egy számító kis macskának. Az már én téged jobban szeretek. Ha tudnám, hogy csak a pénzedért szeret. Tudjam! Tudjam! Tudom. Jó Isten, igazán boldog légy. Bocsánat, nagyságos lesz. Mi baj, János? A fényeinkról serpenyő, sostíros rendelet is úgy akarja, hogy ő szokta, de én nem tudom, hogy hát szoktam. Duplada, paprikás kumplival, rajta sok vékonyra vágott zöld paprika, az egész lőnkbe egy nagy kanál tepőnel, és mindjárt közvetlenül mellette egy kis tányéron a szódavitarkóra.
viselkedésedtől a szószoros értelmében el vagyok ragadtatva. Ezt el is vártam tőled. És most, mivel én is urak között nevelkedtem, tudom, hogy mi a kötelességem. Beszéljük az anyagiakról is. Nem. Nem szívem, nem mehetsz kódul. 15 évig dolgos hűfeleségem voltál. Nekem veled szemben kötelességem. Hagyjuk ezt most. Nem. Én nem bízom benned. Te mindig kavalér voltál. Voltam és vagyok. Édes szívem, most aztán szigorú leszek. Egy-kettő, azonnal mondd meg az anyami feltételeidet. Ehhez ragaszkodsz? Követelem, és én állok rendelkezésre. Hát, tulajdonképpen van erre nézve egy ideám. Olyan zavarban vagyok, de te mondtad, hogy nem mehetek koldulni. Nem szívem, és én igazán kavallér akarok lenni. De drága! Hát, Istenem, mi kell nekem? Nekem szerint is egzisztencia kell. Havi mennyi? No, nem havi. Az neked gond, adósság. Sokkal jobb egyszerre egy összeg. Összeg? Miféle összeg? Hát ez magától adódik, szívem, szinte természetes. Ad nekem a takarékkönyvedet. Hogy? Ez csak egyszerű, nem? Hogyan? Ez a feltétel? Angyalom, te követed, hogy megmondjam. A takarékkönyv a 38 ezer? Igen, az az. Pont éppen az. Igen. Hiszen úgy gyűlölök. De hát adok Atanás szívikém, írásszerződést, minden. Nem kell szívikém, csak a takarékkönyv kell szívikém. Hát el akarod venni tőle? Elvenni? Micsoda szó ez? Hiszen egy hónappal ezelőtt meg sem volt. Vedd úgy, hogy egy hónappal ezelőtt akartál volna válni, és én nem kértem volna semmit, ez pont ugyanaz, nem? Vagy vedd úgy, hogy nem nyertél. Meg aztán úgy is mondtad mindig, hogy ez el van téve, Isten ments, ha valami szerencsétlenség történik. Hát, most itt a szerencsétlenség, mármint beszállt. És emélkül nem válsz. Hát, hogy is mondhatsz ilyet, szívikém? Egzisztencia csak kell egy kis alaptőke, hogy valamihez kezdhessek, hogy ne kelljen visszamennem cselédnek. De apanás, nagy apanás. Az megrendíteni az üzletedet egyetlen, drága szívem. Nem engedem, hogy túlozd a gavallérságot, és gondokat vegyél magadra. Gondokat, hogy szép fejednek. Azt nem tűröm, de ez könnyen adód, ez nem hiányzik, ez talált pénz. És emlékünk nem válsz? Nem, édes szívem, soha. És hát, vállás után hagyja. Nem szívem, vállás előtt. Hát de úgy szokták. Én meg így szoktam, adok neked írás, mindent aláírok közjegyző előtt, de a pénzt előbb akarom, angyalom. Mert az ügyvédet gonosz ember kiforgathatna, nem te, te drága becsület, hanem az ügyvéd. Nem mehetek ki az utcára egy száz szoknyában egy vas nélkül egyedül. Na? Az angol lord jött a szeparéba egy hölgyel. Nos, mi a válaszod? Igen vagy nem? Persze, hogy igen, csak. Csak? Lélegzetet akarok, nem hiszik. Jó, szívikém, vegyél lélegzetet. Jövök, János. Vegyél szépen lélegzetet, én meg addig eladok az angolnak két üveg pezsgőt, az is 30 pengő, itt is 30, ott is 30, én nem halni nem fogtok. Hát, mindegy neked
akkor az a rongyos takarék könyv, amikor megveheted rajta a szabadságodat, és örülj, hogy ilyen olcsón kapod. És azt ajánlom, hogy gyorsan vedd, mert itt ül kint a konkurencia, egyik zsebében revolver, a másikban pedig a diszpenzáció. Jánoskám, csaposkám, én téged nem látlak, nem is tudom, hogy hol vagy, de biztos, hogy hallgatózol valahol. Légy szíves, hozzád fel a pincéből két üveg festőt. Igenis. Jövök mindjárt vissza. És azonnal menj haza. Holnap délelőtt gyere vissza, aztán majd megbeszéljük mindent. Beszéltél a feleségeddel, Cica? Csak egy pár szót. Van remény. Csak remény van? Nem, ő bele fog egyezni. Ó, boldogság, boldogság! De Cica, olyan idegesnek látszol nehezen, nem? Nem, de hogy nem, meg nehezen. Na mindegy. De most aztán ugye nagyon boldoggá hoztam. Ó, nagyon-nagyon. Mondd szívecském. Csak egy kérdés. Ez csak úgy most eszembe jut. Csak úgy kérdezem. De nem, nem kérdezem. Semmi az egész tréfa. Csak egy buta ötlet. Azt akartam kérdezni, hogy mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy... hogy nincs már meg az a pénz. Hát a nyeremény a 38 ezer. Ja, az, de hogy nincs meg. Hát, tegyük fel, hogy nincs. Tegyük fel, hogy lassacskán elosztotta a lóversenyet. Ja, ez még viccnek se jó. Miért mondja ezt? Elviszi az ügyeinek, hogy a pénzért szeretem. Nem. Hát akkor mi volt ez? Próbál akar tenni? Nem, de hogy csak egy buta ötlet. Egy van egész. Ilyesmivel kínozott magad? Ezt nem tudod elhinni, hogy egy mai fiatal lány csak az ilyenbe tud belemonoskodni, te. Ez a mi ideálunk. Egy ilyen szép, érett, ügyes férfi. Igen. Ez az élet ideál. Ez az érzéki ideál. Nem az a szörny mai fiatalok. Azt hívják. Imádom, kislányom, te! Ó, ne örülj meg! Úgy csókolsz, mint egy ördög. Cukrászt hívják! Nincs többé cukrász! Menj szívecském, most menj haza, és a viszontlátásra volna. Viszontlátásra? Köszönöm.
szívem töltöttem. Már is, nekem nem sürgős. De nekem sürgős. Megyek, rögtön lehozom a takarékkönyvet. Most rögtön? Most rögtön, a könyv a tiéd. Te vagy a legnagyobb gahallér a világon. Voltam és vagyok. Idáig már eljutottam volna. Most én is hiszem én. Kik ezek? Írásaim. Jól nézek ki a szóra. Nem lesz írásokra szükség. Hiába fogok bánni az anyag működető. Ki vagyok rúgva? Üzvegy bőlegény vagyok. Ugye nagyságos a szintán, hiszen ez rémes. Ön beleegyezett a vállát? Honnan tudja? Én kérdezem, csapostam. Igen. Én ismerem a férjemet. Ez az egy módja volt annak, hogy botrány nélkül barátságban menjen el. Elmenni úgyis elment volna. Milyen borzasztóan. Nekem vége van nagyságos összegem. Dehogy van magának vége, fiam. Maga csak most kezdődik. Ön volt az utolsó reményem. Tudtam, hogy nem úgy jött, kedves férje. Olyan erős az ő nagy ereje. Azt egyelőre elvettük tőle, az ő nagy erejét. Sámson is erős volt, de Delina rájött, hogy miben van az ereje, és elvette tőle az ő nagy erejét. Kikről tetszik beszélni? Mondani ismerősök? Maga nem tudja, ki volt Sámson és ki volt Delina? Nem baj, nézze meg a lexikumban. Most pedig vigyél az írásait, és menjen szépen haza. Ne csináljon egy tragédiát. Ha nem tudja mit, reggel, pont 8-kor legyen az ügyvédemnél, dr. Kovács, Nádor utca 9. A többit majd ott meg tudja, hogy mi a teendője, amit meg tudják magának mondani. Miért nagyságos az, hogy miről van szó? Ne kérdezősködjük, hanem menjen szépen. Dr. Kovács, Nádor utca 9. Pontban 8-kor. Pontosan legyen. Igen, igen, ott leszek, de szabad megkérdeznem, hogy... Nem szabad. Na, menjen meg. Annyit mondhatok, hogy a revolvert, ami a zsebében van, nyugodtan elakhatja még ma este. Honnan tetszik, hogy egy revolver van a zsebemben? Még kérdezik. A csapostól. János! Parancsoljon! Egy üveg francia pezsgőt ide. Az én pezsgőmet, Röderer, Carte Blanche. Na ne bámulj, menj ki, hűsd le, ott ide, gyerünk! Már is hozom. Itt a könyv, édesszínet. Itt van a beírás, amint láthatod, szűz és érintetlen. Ülj le ide mellém. Drága. Pezsgőt rendeltem, szívem, mert most elbúcsúzunk. Búcsúzunk? Már is? Csak nem képzeled, hogy továbbra is kimaradok ebben a házban. Úgy szerettél eddig is, ahol én úgy szeretlek, de angyalom. Cigánynak, hogy az én munkámat húzza. Már megmondtam.
aljára. Megiszunk egy üveg pesdőt. Angyalom, mesélj! Elmegyek tőlem örökre. Ne sírj, angyalom, ne sírj. Sírjok. Boldogság számomra ilyen csúcsiságot ne is mondj.
Catherine. Mindenek előtt megpróbálok férjhez menni. Nem mond, és mi? Ebből tisztességes nőnek férj kell. Ki lesz az? Nyugodt lehetsz. Nagyon fogok válogatni. Keresek egy másik oroszlánt. Még nincs? Nincs. Nincs, de lesz. Érdekes, hogy te milyen könnyedén tudsz el beszélni. Mondd szívem, mit segítene rajta, ha most sírnék és átkozódnék? Különben jogod van, igazad van, belátom. De azért irigyellek ezért a nyugodt okos eszedért. Neked nincsenek idegen. Én egy szegény asszony vagyok, és nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy idegeim legyenek. És hát... És... Mit fogsz kezdeni azzal a pénzzel? Befektetem. Mi? Mi? Befektetem? Mibe? Az Istenén csak ne spekulálj! Miért ne? Jaj, csak azt ne! Miért térted úgy? Hiszen már nem a te pénzed. Nem az enyém, de azért még mindig szeretettel gondolok rá. Nagyon jó befektetést tervezek. Manapság nincs jó befektetés. Majd meglátok, hogy van. Jó napot! Kicsit elkésztem, de ma már nem motorbicikli jöttem. Pardon. Hova szaladsz? El sem búcsúzol tőlem. Na gyere ide, én nem harapom le a orrodat. Én nem tudom el. Miért haragudjam meg? Boldog akarok tenni a férjemet. Édes, édes nagyságos asszony. Legyünk mi csak jóban. Én súlyt helyezek arra, hogy a férjemmel, akitől békés úton válok, meg jó barátságban maradja. Kedves emberek így szokták. Emlékezhetsz, Imre gróf is a válás után a legjobb barátja maradt a volt feleségének. Ezek majd írsz nekem, megírod, mi újság itt az üzletben. Te földi angyal, te! Nem igaz. Te is részt veszel az általános sírás riváson. Te is sírodsz engem? Ez érdekes. Nagyságos asszony, én ki sem tudom mondani, hogy mennyire sajnálom a nagyságos asszonyát. Én nem vagyok olyan rossz, aki ennek hisz. Én nekem úgy fáj a szívem a nagyságos asszonyát. Ne sírj, hiszen te mondtad, csinos vagyok, fiatal vagyok, előttem az élet. Ne sírj, te csacsi. Oh. Láthatod, hogy nem vagyok szomorú. Nagyságos asszony, úgy el tudj öregni. Nincs az emit elrejteni, fiam. Gyere, megvigasztallak. Nem vagyok én olyan sajnálatra méltó. Az uram megkönnyítette a helyzetemet. Ez a drága gavallér, nincs még egy ilyen, mint ez. Ő gondoskodott rólam. Ide adta a takarékkönyvét. 38 000-et. Az egészet! Pénz? Mondtad, de
Engem nem éri. Egy hónappal ezelőtt meg se volt. Talán pénz volt. Na, most megint miért sírsz? Tényleg valamit? Nagyon félek. Mit jön? Az uram szeret téged? Boldogtalan maradom. Az uram szeret téged. De így? Ezek után nem fog szeretni. Ezek után? Igen, így nem fogok neki kelleni. Így? Hogy? Így. Pénz nélkül nem fogok neki kelleni. Micsoda? Ő engem szép ruhákban képzel, bundákban, ahogy kis autót vezetek, egy feszkis luxus nőt, de így nem kellek neki, tudom, mit dolgozol, de... Ugyan te gyerek! Nem, nem ez is, most már így nem lesz úgy, aminek maga képzelted. És te hogy képzelted? Az nem fontos. Az a fontos, ahogy ő elképzelt engem. De édes fiam! Fiam. Ne beszéljen, direkt mondta, csak így tud elképzelni engem. Elutazni velem Lidóra. Én a hotelben. Természetesen. Most.
11 óra, 12-kor vár bennünk. Jó, tessék helyet foglalni. Köszönöm. Nagyságos asszony, én nem is tudom, hogy mit mondjak. Megeszteni. Szóra sem érdemes. De nem, ez igen, még nem volt a világ. Ugyan, fiam. Ez a bőkezűség. Én csak az emberi kötelességemet teljesítettem. De... Miről beszéltünk? Egy szót sem értek az egészet. Én megpróbáltam kártalanítani Berény urat. Ő elvesztette a boldogságát én miattam. Tegnap még azt mondta, hogy én vagyok az utolsó reménye. Hát én tartoztam neki ennyire, mivel csalódott az utolsó reményében. Mivel tartoztál te neki? Egy kis anyagi támogatással, hisz az Ilonka is mondta az imént, hogy támogatni akartam. De ennyi pénz, nagyságos azt mondja, ennyi pénz. Mennyi? És sem merem mondani annyit. Hogyan a rocsírnak több van? Hát nem sokkal. Kaptál. Megmondhatok. Hogy ne? Szényit kaptál. Kérdezni még egyszer, ez nem olyan egyszerű. Mit kaptál? 38 ezer. NEM IGAZ! De igaz? Az egészet nekiadtad? Igen. Hát ez vicc! Nem vicc. Esküszöm, hogy igaz. Hát akkor ez nem érvényes. Akkor ez nem érvényes. De bizony érvényes. Mégpedig jogérvényes. Itt az ajándékozási szerződés. Törvény követelményének megfelelően kiállítva, aláírva. Mintakép a jogérvényes okiratnak. Én, mint ügyvéd a magam részéről... Ide nem ügyvéd kell, ide orvos kell! De örülök! Talán nem is vagyok olyan nagyon örülnek, gondolod. Kedves ügyvéd úr, megkínálhatom valamivel? Hogyha szabad, nagyságos asszony, kohár sört kérnék szépen. És maga? Nagyságos asszony, van a háznál aszpirin? Úgy ne volna. Hát én aszpirin. Egy kicsit megfájtott a felvetkő a sok izgalomtól. János! Egy pohár sör és egy pohár liter. Igen, és? És? Itt van. Nagyon fáj. Hát, az összeghez mérte nagyságos eszmény. János, megint sírsz. Ügyvédet látok. Ez őrültség! Mit tettél? Don't be excited, darling. Ez őrültség! Én meg foglak vizsgáltatni! Én le fogom tiltani a takarékkönyvet! Én... Ügyvéd úr? Azt már nem lehet! A takarékkönyv már nincs meg! Most vettem fel az összeget megfizetésből készpénzben a Berényi úr részére. 38 ezer. Természetesen valami kevés lenyitem. Asszonyom, jogállamban élünk. Mindig mindenből lemegy valami kevés. A pénz itt van nálam letétben. Kívánja lát? Köszönöm, hogy együnk itt lenni hozzá, hogy jöttek és köszönöm, te! Ah,
Köztünk, megjegyzem, köztünk erről a könyvről semmiféle szerződés nem volt. Én... Önök között nem is kell? Férj és feleség között nem kell? Házaspársi, ajándék, kézből kézbe, adszen ezt. Jogérvényes, jogerős. Akkor orvoshoz fogok fordulni. Na, fiam. Öltöz fel. Miért? El vagyok csapva. Tedd a kötényt, vegyél kalapot, dolgod van. Hol? A városban. A városban? Mi dolgok van nekem a városban? Na, talált ki. A fogalmam sincs. Hát akkor én megmondom neked. Esküdni még a városba. Megesküdni. Miért? Igen, te? Házasságot tetsz. Ki lehet? Oda-vissza!
gyerekek, semmi sajnálkozás. Mi az? Te még mersz beszélni? Te aztán igazán hallgass. Miért? Mert te rád haragszom a legjobban. Miért? Mert elűsznél magadtól. Miért? Igen, nem van tűnnek, hogy elmenjek tőled, ez elűzésnek számít. Miért nem tartottál vissza durva erőszakkal? Miért nem voltál férfi? Én nem voltam férfi? Na ne bánsd őt, fiam. Hidd el, pénz nélkül nagyon nehéz férfinek lenni. De most majd férfi lesz, meglátod. Na, menjetek, már 12:30. Mit akarsz? Kiságos asszony, csak még egy kérés. Nos? Legyen szíves. Hagyjon meg bennünket. Szívesen. Fogadjátok áldásomat. Én is benne vagyok, mert sem. Maga is nem bánom. Ez egy csomó. Most pedig menjek ezt. Ez szívem, hogy a világon a kosszágátok, ez a legmelegebb az én. Jó, semmi szólok. Az áldásom, menjek. Csak fiam. Hol is van az a csöndes szanatórium? Mint a múltkor említettél, valahol itt a kamara erdőben. Az nem jó neked, fiam, az tüdőszanatórium. Mit csinálsz? Még volt lelked erről azt mondani, hogy szeret engem.
sajnálod azt a sok pénzt. Én? Én azt a pénzt igazán nem tudom sajnálni. Amit mondani szokták, ebűtjütt, ebűveszít. Miért te talán sajnálod? Én megvallom neked. Rettenetesen sajnálom. Te nem is tudod elképzelni, hogy én mennyire sajnálom. Hát mit csináljuk? Ezen a világon semmi sincs ingyen, mindennek megvan az ára. Az én boldogságom megmentésének úgy látszik, pont ennyi volt az ára. A jó Isten nagy árjegyzékén. Drága mulatság, aki te megérte. Hidd el, én azt a pénzt igazán nem tudom sajnálni. Egy dolog hossza, hogy ezt a kis boszorkányt még boldoggá is tette. Ha magam önző érdekéről van szó, olyan kegyetlen vagyok, hogy még az se számít, ha valakit boldoggá tesz. Most aztán igazán nem tudom, hogy verjelek-e meg, vagy térdeljek le előtte. Kérném mind a kettőt. Miért? Mert mind a kettőt megérdemlem. Örökké. Örökké foglak szeretni. Hidd el! Ez a legjobb, amit tehetsz. Földrengés, tűzvész, vihar. Földrengés elmúlik, tűz kialszik. Vihar lecsendesedik. Mit akarsz? Már nem sírok. Már vigyorgok. Jánoska. Parancs, főnök úr! Jánoskám, légy szíves azokat a koffereket, hogy vissza a lakásra. Hogy ne vinném, mikor? Már is viszem! Én úgy mondom, hogy vagyok, drága atyám. Bocsánat, hogy a csapaskodat. Hiszen... Ezek üres. Thank you.
számon előttek. Meglepően tegnap este is elég szép számon előttek, és tényleg nagyon hálás vagyok az agyvaszínháznak és a művészeknek, hogy tényleg ilyen kellemes helyzetben szórakoztatnak bennünket, mi egy kulturális egyesületek vagyunk, és ha nem lennének, már nem is tudom, hogy mi lenne velük. Thank you.